Szeretettel köszöntöm a Zenedoboz nézőit. Ez a sorozat a zenei nyelv, a zene művészet néha bonyolultnak látszó titkaiba igyekszik kalauzolni önöket. Mai alkalommal a zene tulajdonképpen legfontosabb alapvető eleméről beszélünk, ez pedig a ritmus, ahogy nevezzük, ami valójában nem más, mint lüktetés, pontosan olyan lüktetés, mint a szívünk lüktetése. Ahogy a szívünk összehúzódik és kitágul, ugyanezt a mechanizmust használja a zene, lényegében a zene abszolút mértékben erre a szívdobbogás mechanizmusra épül. Ha egy kisgyerek legegyszerűbb dalát megnézzük, aki azt énekli, hogy zsíp, zsúp, kender, zsúp, ha megázik, kidobjuk, zsúpsz, ugye ebben is van egy súlyos lüktetés, az, hogy zsíp, és van egy kevésbé súlyos, hogy zsúp, és zsíp, zsúp, kender, zsúp, ugye pontosan ugyanúgy, mint ahogy a szívünk teszi ezt. Lényegében ez a súlyos és súlytalan lüktetések viszonya teremti meg a zenének az alapvető kereteit, ezt nevezzük ütemnek, idegen szóval metrumnak, és ebből lényegében kétfajta metrum létezhet csak. Létezik a páros metrum, amikor egy súlyos lüktetésre, egy súlytalan lüktetés esik, mint előbb például az, hogy zsíp, zsúp, kender, zsúp. Létezik egy páratlan lüktetés, ahogy a szó maga is, ugye három részből áll páratlan, ugyanígy a zenébe is, páratlan, páratlan, egy súlyos lüktetésre, kettő súlytalan lüktetés esik. Ez a kétfajta lüktetés, ez a kétfajta metrum, ez a kétfajta ütem, amelyik létezik a zenében. Minden ennél bonyolultabbnak látszó ritmus vagy ütem lényegében ennek a kombinációja. Hogy könnyebben érthető legyen, mindjárt hallgassunk meg egy páros lüktetésű zenét, amit biztos, hogy mindenki ismer, Mozart kiséi zenéjét, érdemes megfigyelni. Itt egy súlyos lüktetésre három súlytalan lüktetés esik, lényegében ugye a kettőnek a megduplázása, de egyértelműen egy páros élményünk van, illetve nem is tudjuk pontosan eldönteni, hogy mi a lüktetés, hogy lám, tatám, tatatatatatam, vagy lám, tatám, taratatatatam. Itt már rögtön látjuk, hogy a lüktetések adott esetben nagyobb egységekbe rendeződnek. Egy szó mint száz, hallgassunk meg egy páros lüktetésű zenét, Mozart kiséi zenéjének első tételéből egy részletet. Ahogy mondtam, a páratlan ütem az egy súlyosból és kettő súlytalanból áll. A táncok nagy része szeret hármas lüktetésűvé válni. Ennek az az egyszerű oka, hogy mi két lábon járó emberek, az egyik és a másik lábunk használata után a harmadik nem létező lábunk képzeletbeli használatával, illetve egyfajta nem igazi lépéssel egyfajta súlytalanság érzetet tudunk elteni ebben, meg persze van egy eleganciája is a háromnak, például a menüet, az egyik leghíresebb hármas lüktetésű tánc, meg persze a keringő, amit szintén bizonyosan mindenki ismer, ugye ezek mind hármas lüktetésűek, rögtön érezhető, hogy még lassú tempóban is egy másfajta könnyedség az iménti tüneményesen száguldó páros lüktetésű zenéhez képest, és úgy érezzük, hogy azért ebben a dologban egy plusz könnyedség van. Hallgassuk meg Mozart Jupiter szimfóniájából egy részletet, a menüet tételt. Thank you.
hogy haladunk a zenetörténetben, meg persze azért minden korszakban voltak csalafint a zeneszerzők, egyre gyakrabban találkozunk olyasmivel, hogy kombinálódik a páros és a páratlan. És ennek az egymás utánisága, amely lényegében a szabálytalan, vagy ahogy mi zenészek nevezzük, aszimmetrikus ütemek keletkeznek, ez egyfajta különleges izgalmat teremt. Itt válik tulajdonképpen a ritmus igazán kézzelfoghatóvá a hallgató számára. Amikor egy darabot végig hallgatunk, úgyhogy pim-pám, 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 egy idő után már nem is figyelünk tulajdonképpen a ritmusra, meg a lüktetésre, mert hiszen annyira természetessé válik. Abban a pillanatban, hogyha ez a természetes, egyenletes, azonos lüktetés akár páros, akár páratlan kombinálódik egymással, rögtön más az érzetünk, és itt válik tulajdonképpen valóban megragadhatóvá, hogy milyen izgalmat, milyen érdekességet, milyen feszültséget tud teremteni a ritmus a zenében önmagában. Orff Carmina Burana című műve közismerten híres és népszerű éppen a feszes, azonos, izgalmas ritmusvilága okán. Persze a Carmina Burana nagy része is egyfajta lüktetésben íródik a tételek. Van azonban egy tétel, amely egy zenekari tétel, amely valójában egy táncot akar megjeleníteni, amelyben a páros és a páratlan kombinálódik egymással. Ugye, ha csak a szavakkal mutatom, ugye az történik, hogy azt mondja a zeneszerző, hogy páros, 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 páratlan, páros, páros, páratlan, páratlan, páros, páros, és így tovább, és így tovább. Ugye? Ez már teremt egy izgalmat, és ettől válik a dolog olyan különlegesen népszerűvé is, mert hiszen a ritmusnak ez a kis szabálytalansága mindig figyelemre hív minket, és adott esetben egy különleges örömet is okoz. Orff Carmina Buránájából hallgassunk meg egy részletet. Nagyon sok mű épül persze az egyszerű ritmusra. Nagyon sok műfaj és nagyon sok zenei forma számára nélkülözhetetlen egyfajta lüktetés azonosság. Egyetlen kiragadott példa az induló. Nagyon sok induló születik a zenetörténetben, egyrészt mert az induló és a katonaság a 20. századtól eltérően nem háborút, hanem inkább békét és biztonságot szimbolizál. Az induló mindig egyfajta örömteli zene, a masírozó katonákat szimbolizálja, amelyet szívesen néz mindig a társadalom, a közösség, bízva abban, hogy vigyáznak rájuk és békét teremtenek. Az induló lépése egy borzasztó egyszerű ritmusképlet, hiszen az egyik lábunk és a másik lábunk váltakozása pontosan olyan, mint a súly és a súlytalan, és összességében a páros zenének egy magával ragadó, majdnem azt mondhatnám részegítő élményét teremti. Legyen mai filmünk befejezése, az egyik leghíresebb induló, és nekünk olyan kedves induló, a Rákóczi induló, Berlioz francia zeneszerző nagyszerű feldolgozásában.